Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, ezt a szentmisét a Szabó család elhunyt tagjainak lelki üdvért ajánlom fel az Úrnak. Egyházunk legfőbb ünnepén találkozunk ma, feltámadás ünnepe, az újrakezdés, az újjászületés ünnepe, Isten végtelen szeretetének meghirdetésének ünnepe, amelyről a Szentbeszédben is szólni fogok. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erével, hogy új életre támadjunk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottad, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett.
Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanuknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadta halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájárául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ezt a napot az Úr Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Ezt a napot az Úr Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, mivel irgalma örökké megmarad. Ezt a napot az Úr Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Az Úr jobb keze erősnek bizonyult, az Úrnak jobbja fölemelt engem. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr nagy tetteit. Ezt a napot az Úr Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. A kő, amelyet az építők félre dobtak, íme az vált szegletkő. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből, testvéreim. Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül, az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz.
Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Amikor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Krisztusan, kedves testvérek! Az emberi természet már csak olyan, hogy folyton bizonyítékot akar. Bizonyítani vágyik, hogy szeretik őt. A szerelmes is mindig megkérdezi a szerelmétől, hogy szeretsz-e. Bár nyilván jól tudja, hiszen a tetteiből olvashat. De mégis szüksége van rá, hogy ki legyen mondva. A házastársak is szeretik egymást, hiszen esküt ígértek az oltár előtt, az Isten előtt. Mégis vágynak arra, hogy ez a szeretet újból és újból ki legyen fejezve. A gyerek is jól tudja, hogy szereti az anyja. Mégis mindig odafut anyjához egy simogatásért, egy pusziért. Vágyik arra, hogy az anyja kifejezze, hogy őt szereti. Valami régit, újból és újból. Valami már meglévőről, új köntösben. De nem csak a személy ilyen, hanem az ember csoportok is ilyenek. Ilyen a család, ilyen a társadalom, de ilyen az egyház is. Újból és újból vágyik arra, hogy Isten kifejezze iránta a szeretetét. Amikor Szent Péter meghalt, egyik utóda, Anaklétusz pápa, 76-tól 88-ig pápáskodott, egy gyönyörű síremléket emelt szent életű elődje számára a Vatikánusz dombon. Ahogy múltak az évek, évtizedek, évszázadok, Nagy Konstantin császár lehetővé tette, hogy a kereszténység nyilvánosan is gyakorolható vallás legyen, és ezt a Vatikán dombot, aminek tövében hajdanán egy pogány temető volt található, ezt a Vatikán dombot ráhordta, úgymond erre a temetőre, eltemette, hogy mindaz, ami pogány, megszűnjön. És helyette Szent Péter sírjára ráépítette az új bazilikát. A kereszténység legyen előtérben, gondolta. Teltek múltak a századok, népek vándoroltak, 6.-7. században járunk, kora középkor, és megkérdőjelezték, ti keresztények, vajon akiben hisztek, akinek a hitére épül a hitetek, Péter apostol hite, akiről azt mondjátok, hogy ott nyugszik a bazilika alatt a földben, vajon igaz-e? De még elég erős a hite az ókeresztényeknek, hogy azt mondják, hogy igen, hisszük, és a hitünkre épül ez a hit. Szent Péter hitére épül ez a hit. Újabb századok telnek el, elérkezünk a reformáció idejéhez. Megint csak megkérdőjeleznek dolgokat. Ti katolikusok, vajon amire építitek a hiteteket, tényleg ott van-e? Valóban ott nyugszik-e Szent Péter a bazilika alatt, a már megújult bazilika alatt? De még mindig elég erős a hite az egyháznak, hogy erre megfeleljen,
ne inogjon meg ebben a hitben. Majd eltelik újból 500 év, elérkezünk a 20. századhoz, annak szkepszisehez, borzalmaihoz, és történik valami. 11. Pius pápa végrendeletében azt kéri, hogy minél közelebb Szent Péter sírja, azt temessék el. De hát hol van ez a Szent Péter sírja? Ezért a bazilika altemplomában kezdik el készíteni neki a sírhelyet. Beszakad a födém, és a sírások elé tárul egy régi új világ. Felfedezik a pogány temetőt, a nekropoliszt, a temetővárost. A történészek, régészek, a világ követeli, a tudományos világ követeli a pápától, hogy azonnal keressék meg Szent Péter sírját. 12. Pius pápa nem elég neki, a történelem hányatatott időszakában él, 30-as évek végén járunk. Végül elrendeli 1939. júniusában, hogy kezdjék el megkeresni Szent Péter sírját. Majd 10 évig tart ez a kutatás, 1949-ig, amikor végül, bár aggályok, aggodalmak közepette, félelmek közepette, vajon megtaláljuk-e Szent Péter sírját, 5 ember mélyen rábukkannak Szent Péter sírjára. Megtalálják azt a kőszarkofágot, amelyet Anacletus pápa emelt görög felirattal, és latinul is, hic est Petrus, itt nyugszik Péter, itt van Péter. Megtalálják a robosztus csontokat mellette a halász kellékekkel. Felsóhajt az egyház, de vele együtt a világ is, mint egy megerősítésként, hogy az egyház igazat mond. Megerősödik a hit. 1952-ben két vaskos kötetben jelenik meg az erről szóló kutatások eredményei. Ilyen az ember, amikor az hit meggyengül, szükségünk van a szeretet cselekedeteire. Szükségünk van újra, hogy valaki bizonyítsa, hogy szeret bennünket. Bennünket is megkísért, ugyanis a monotonitás, a szürkesség. Elkeseredünk és magunkba zárkózunk. Saját elképzelésünk kelepcéjébe süllyedünk. Amikor Jézus meghal, ugyanezt érik át a tanítványok is. Mester nélkül mit ér az élet? Ők rajtuk is erőt vesz a félelem. Nem tudnak úgy élni már, hogy a mester jelenlétében tették ezt, és nem tudják, mit évők legyenek. Az emberi gondolatok nem adnak békét a szívükbe. Ahogy Ádám és Éva is, amikor Isten egy időre elvonul, próbára tegye a hitüket, akkor is szeretik-e őt, amikor nem látják őt, hogy szentek legyenek. Ők nem szentek akarnak lenni, hanem olyanok akarnak lenni, mint Isten. Saját erőből akarnak üdvözülni. Amikor a mester távol van az életükből, amikor a mester távol van az életünkből, az apostolok visszavágynak a régi, jól bejártott életúthoz. Nem biztos, hogy az a helyes. Megyek vissza halászni, mondja Péter. És hagyján, hogy ő megy, de magával rántja a többit is. Hát ilyen az ember. Amikor jól tudja, mi a járható út, Isten nélkül, visszamegy a régihez. Ami nem volt olyan jó, de legalább biztos. De aztán persze Isten sem késlekedik. Elküldi az asszonyokat. Felháborodnak az apostolok. Mit nekünk nők? Fehér nép, miket beszél? De Isten megdöbbent minket is. Mindig onnan küldi a választ, ahonnan nem várjuk. Akiket talán lenézünk, akiket megvetünk, akikre haragszunk, akiket semmibe veszünk. Mégis nagyon reméli a két apostol, talán mégis igazat beszélnek az asszonyok. Hát adjunk egy esélyt. Lelkesedve fut mind a két apostol a sírhoz, és az egyik, az első, aki odaér, a szeretett tanítvány, bepillant és lát és hisz. Vajon mi az oka az ő hitének? Mit láthatott ott, amiért ő hisz? Miért nem mondja ugyanezt el az evangélium Péterről is?
A szeretett tanítvány rendet lát, mert ha ellopták volna a mester testét, ahogy ez elterjed, a rabló nem rak rendet maga után. Ott viszont össze van hajtva a lepel, majd hogy nem élére vasalva. Látja a rendet, és szívében hisz. Jól tudja, hogy ezt már megígérték előre. Ezért most bizonyosságot szerzett róla. De nem lép be, megadja az elsőbséget annak, akire a hit hirdetése lett bízva. A szeretett tanítvány elfogadja a krisztusi parancsot, és aláveti magát Péter hitének, hiszen Péternek ígérte meg Jézus, imádkozom érted, nehogy meginok hitedben, és amikor megtérsz, te erősíted meg testvéreidet. Tisztában van ezzel a szeretett tanítvány, hogy a hit való elsőségnek a szeretetben is elsőnek kell lennie. János tehát hitével megerősíti Pétert az ő szeretetében. És milyen érdekes, a szeretet görögül, hogy hangzik? Eukarisztia. Ez az oltári szentség egyik neve görögül. Eukarisztia, vagyis szeretet. Az eukarisztia Krisztus szeretetéből származik, hogy életet adjon nekünk, ha magunkhoz vesszük. És ebben folyton szétosztja magát Jézus, általa erősíti meg bennünk is a hitet és a szeretetet. Húsvét ünnepén, a feltámadásban mi is erre kapunk meghívást, ebben kapunk megerősítést a hitben és a szeretetben, hogy aztán Péter apostollal együtt el tudjuk mondani, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtői, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott holottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus, a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, az örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus feltámadott, ő a kezdet és a vég, a szent, erős és halhatatlan Isten, általa terjesszük kérésünket mennyei Atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben szent atyánkat, lelkipásztorainkat és hívő népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szíts fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek és feltámadtunk az új életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. Kérünk téged, hallgass meg minket. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Kérünk téged, hallgass minket. Mindenható örök Istenünk, újjászülettünk, egyszülött fiat halálában és feltámadásában, tekints ránk kegyelmesen és enged, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek. Urunk Istenünk, újongó húsvéti örömmel ajánljuk fel áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik egyházad, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Feledjük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, mindenség, Ura Isten. Kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal Ferenc pápánkkal, Antal főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük a mi Urunk Jézus Krisztus testi feltámadásának szent napját, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt, dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab János Tamás, Jakab Fülöp, Bertalan Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus Krétusz Kelemen, Sixtus, Kornél Ciprián, Lőrinc Krizogónus, János és Pál, Kozma és Damján vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Felajánljuk neked azokért is, akik új életre születtek vízből és szentlélekből, és elnyerték minden bűnük bocsánatát, irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén
tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindjájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy, tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, hálódat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, a Szabó család elhunyt tagjairól, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Ceciliával, Anasztáziával és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis, bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nekünk. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön, örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzet, hanem egy házat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a teremtettel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták, ünnepeljünk tehát a tisztaság és igazságosság kovásztalan kenyerével. Alleluja!
édes Jézus, neked élek. Védelmezd minket a küzdelemben, a sátánnal az kísértés. Légy oltalmunk. Esőbe kérünk, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a küzdelemben. Isten fejében, taszíts vissza a kározott helyére. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevest szükségünk idején, meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, miközben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőség feltámadására Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hirdetjük a kedves testvéreknek, jövő héten hétfőn, húsvét hétfő, április 5-én a napi szentmise 10:30 fog kezdődni a járványban, meghalt és édesanyja és édesapa lelki üdvéért. Jövő héten, kedden április 6-án, húsvét 8-adában, reggel 7 órakor csendes szentmise lesz. Csütörtökön április 8-án, este 6 órakor rózsafüzért imádkozunk, majd azt követően 6:30 órai kezdettel rózsafüzér élő, rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért imádkozunk. Jövő héten pénteken, április 9-én, délután 2 órakor temetési mise lesz a templomban, elhunyt Jón György lelki üdvéért, este 6:30 órakor Németországban elhunyt Taller Mátyás emlékére imádkozunk. Jövő héten szombaton, április 10-én, este 6:30 órakor kezdődő szentmisét, hálaadásul 80 év kegyelméért, és élő hozzátartozókért ajánlották föl. Vasárnap jövő héten, április 11-én, húsvét második vasárnapján, amely egyben az Isten irgalmasság vasárnapja, reggel 7:30 kezdődően német nyelvű szentmisét imádkozunk, mely innentől kezdve minden reggel, minden vasárnap reggel 7:30 órai kezdettel fog kezdődni, majd a nagy misét 10:30 órai kezdettel, és az este 6:30 kezdődő esti szentmisét Deák család, élő és meghalt tagjaiért imádkozunk. Kérlek benneteket, kedves testvérek, hogy akinek a látókörében olyan testvérünk van, aki az esti szentmisére szeretne jönni, azt tájékoztassátok, hogy este 6:30 órakor, tehát nem 6 órakor, hanem 6:30 fog kezdődni a ma esti szentmise. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki, amen. Egy félreértés következtében lett tegnap meghirdetve 6 órára, tehát este 6:30 kezdjük a szentmisét, mindenkit megvárunk, nehogy valaki is mise nélkül maradjon mai napon. A szentmisét követően pedig most, aki még szeretné kihozni a megáldásra a húsvéti ételt, sonkát, tojást, kalácsot, bármit, és azt kérem most tegye meg, hiszen most megáldjuk ezeket az étkeket. Kérem, hogy az áldást állva fogadjuk. Könyörögjünk. Istenünk, az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsoltad népednek Mózes szolgád által, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak vérével kenje meg házának szemöldök fáit. Kérünk, áld meg és szenteld meg ezt a hús eredet, amelyet mi a te gyermekeid, a te dicsőségedre akarunk magunkhoz venni, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére,
aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk, kérünk, Istenünk, áraszd ki áldásod, bőséges kegyelmét erre a tojás elederre, add, hogy üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik hálaadással veszik azt magukhoz, a mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezt a húsvéti kalácsot, mint ahogyan a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad, add, hogy aki ebből hívő lélekkel eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Most pedig fogadják a szemmise ünnepélyes záró áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, és védjen meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől és minden bűntől. Amen. Ő, aki egyszülött fiának feltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. Amen. És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával örömmel ülitek meg húsvét ünnepét, az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor a boldog örökké valóságba. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja. Alleluja.